A 8. kerület Málló pompáját, színes kultúráját még mindig kevesen ismerik. A hosszú ideig a legrosszabb hírű kerületként számon tartott negyed önmagában is gazdag múlttal bír. Otthont adott, és ma is otthona a legkülönbözőbb kultúrájú embereknek. Ezúttal a Népszínház utcától egészen a Teleki térig merészkedtünk, hogy elmerüljünk egy igazi multikulturális negyed múltjában. A multikulti mindig is nagyon jól működött, nem csak most, hanem régen is. Laktak itt tótok, svábok, zsidók, cigányok, arisztokraták, és ők nagyon jól kooperáltak egymással. Ebben a kerületben ez soha nem jelentett gondot. Az egész 8. kerület tele van ilyen freskókkal. Most éppen a Meringer vendéglő udvarán vagyunk, illetve ez volt maga a vendéglő. Lehet látni még a falon, ahogy fel volt építve igazából ide az egész, és ez volt a háttér. És ez a freskó az a vendéglőn belül volt. Itt volt tulajdonképpen egy tető, és az alatt működött a vendéglő. És hát önmagáért is beszél azért ez a freskó, hogy ezek nem voltak rossz helyek. Nem voltak nagyon drágák, de azért a nyúcker abszolút egy nagyon menő hely volt. A cigányság mindig is meghatározó része volt a kerületnek. Leginkább kovácsolással és kőfaragással foglalkoztak. Rengeteg romantikus lépcsőházat rejt a kerület, amelyek korlátjai cigánymesterek keze nyomán dicsérik. Mindent a cigányok végeztek, tehát a kubikus munkától kezdve a téglaégetést is. A Rákóczi téren volt egy téglaégető. És éppen ezért ők nagyon jól tudtak vályogot vetni, ezért teljesen logikus volt, hogy a téglát is ők égetik. Illetve ők nagyon jó kovácsok voltak. Elsősorban szőkkovácsok voltak, illetve patkókovácsok. És hát itt rengeteg volt a ló, amit az utcák neve is őriz, ugye a Kisfuvaros, Nagyfuvaros utca, Bérkocsis utca. Amikor a Palotanegyedet elkezdték építeni, akkor ilyen hihetetlen gyorsasággal tudták azt megtenni, hiszen az összes kovácsműhelytől kezdve minden itt volt a körúton kívüli részen. És hát a Jungfer Gyula is, aki ugye a korának a legnagyobb kovácsa volt, ő is alkalmazott cigányokat. Éppen azért, mert hogy nagyon ügyesek voltak. Hát több fele laktam, de csak a 8-ban. Az összes muzsikus mind itt lakik, a zenész, aki létezik. Na több évszázad óta itt laknak. Na 4 éves koromban játszottam egy 2 fával, hogy hegedülök. A Mátyás tér legendás találkozóhelye volt a cigány muzsikusoknak. A közösségi élet kiapadhatatlan forrása volt estéről estére. A sarka volt egy kis a kocsmaréd, egész hajnalig ott beszéltek, ott volt a találka. 30-40 zenészek, mint kiöltözve, hegedűk, hangszereket, valamikor ki is vették, ott a téren muzsikáltak. Na, jó világ volt, más, ott lehetőség muzsikálni mindenhol. 2013-ban teret is elneveztek egy korábban névtelen köztérről, a Szigony és a Baross utca találkozásánál, roma zenészek tiszteletére. Muzsikus cigányok parkja néven. Tényleg nagyon nagy számban voltak itt zsidók, és ami nagyon érdekes az, hogy teljesen eltűntek. Még a 60-as években is volt itt zsidó infrastruktúra, voltak zsidó boltok, kóser élelmiszer, talán étterem is. Volt egy mikve, egy rituális fürdő. A zsidók nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a 8. kerület felépült. Bérpalotáik egymást érik az utcákban. De nem csak tervezői vagy építői voltak a házaknak, hanem a kerület lakói is. A Teleki tér például a zsidóság egyik legnyüzsgőbb helyszínét adta. A Teleki téri imaszoba különböző korszakok meghatározó imahelye volt. Nagyon sok volt. Itt minden második házban volt egy imaház. Ez az utolsó stíbel, az utolsó hagyományos háború előtti stíbel az országban, amiről tudunk. És vannak még többé-kevésbé hasonló, de itt ezen a környéken biztos, hogy ez az utolsó.
és mindent sikerült túlélnie, vörös terrort, fehér terrort, második világháborút, Kádár korszakot. A kor bevándorlói a németek, svábok és tótok voltak, akik szintén a város ezen pontját választották lakhelyükül, talán nem véletlenül, hiszen a kulturális kavalkád, ami a 8. kerület sajátja volt és ma is az, elfogadóvá tette a helyieket.